Ma egy nagyon fontos kérdést fogunk feltenni, és egy nagyon pozitív témáról fogunk beszélgetni, amely mindannyiunkat érint. Ez pedig nem más, mint a konfliktusok. Hát nem mindennapi keresztények minden napjaihoz hozzá tartoznak a konfliktusok. Tisztelet a kivételnek, azoknak, akiknek nincsenek ilyen konfliktusai, ők már fél lábbal a mennyben vannak bizonyára, a másik fél lábukat is oda húzzák, gondolom, mert mi halandó emberek ebből a szempontból konfliktusokba szoktunk kerülni. Van egy igevers, amelyről szeretnénk olykor megfeledkezni, amikor előkerülnek a konfliktusok, és ez így szól az Efézusi Levél 4. részének a 2. verse, meg a 3. verse. Teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel viseljétek el egymást szeretettel. Igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Nem mindennapi keresztények mindennapjai, a sorozat végére érünk, és ha múltkor a hibákról beszéltünk, akkor most elérkeztünk ahhoz, hogy a konfliktusokkal le is zárjuk ezt a sorozatot. Egy kérdést fogunk feltenni, hogy jutunk idáig? Hogy jutunk idáig? Hogy egy-egy konfliktus után ezt az igeverset olvassuk, hogy viseljétek el egymást szeretettel. Más fordítás azt mondja, hordozzátok el egymást szeretettel. Hát nem biztos, hogy a legpozitívabb kicsengése van, és sokszor, amikor konfliktusban vagyunk, akkor így rögtön a másik irányba mennénk el, de hát ezt mondja a Bibliánk, és ezt a kérdést bizony föl kell tenni, hogy hogyan jön ez a helyzet létre, és kell-e ennek az igeversnek engedelmeskednünk. És miközben ezt a kérdést vizsgáljuk, aközben megnézzük azt, hogy egyáltalán mi az, hogy konfliktus, meg miért alakul ez ki, meg hogyan kezeljük, meg aztán egyáltalán hogyan tudunk ehhez keresztényként jól hozzáállni. Viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a lélek egységét a békesség kötelékével. Olvassuk ezt a Biblia verset, és föl kell tennünk azt, hogy mi az a konfliktus. A hétköznapi szóhasználatban, ugye ez az, amikor valaki valamivel összeütközik, vagy egész egyszerűen így nem tud egy ilyen helyzetből kilépni, szabadulni, hát valahogy ilyen nagyon nehéznek él meg egy szituációt. És azt szokták elmondani, hogy konfliktusos, olyan nehéz, olyan összeütközésekkel teli. Megnéztem, hogy mit mondanak okos emberek, hogy mi a konfliktus. Azt mondják, ha kettő vagy több fél közül az egyik azt érzékeli, hogy elutasítóan viszonyulnak mindahhoz, ami számára fontos és értékes. Vagy akkor áll elő, ha veszélybe kerül az, ami a személy számára fontos. Vagy ha egy dologról a másik eltérő módon vélekedik. Vagy ha valakinek más az ízlése, más az elvárása, és máshogyan cselekszik. Hát ha mindezt a definíciót így szépen bővítjük, akkor kiderül, hogy egy csomó minden az életünkben potenciális konfliktus forrás. Nem? Más az ízlése, más az elvárása, máshogy cselekszik. Jó eséllyel az életünknek számtalan területén vannak ilyen összeütközések, amikből potenciálisan konfliktus lehet. Hozzá tartozik az ember életéhez. Mikor összeházasodtunk csodás feleségemmel, Barbarával, volt egy hasonló pár, akikkel nagyon jóba lettünk. Vannak barátaink, bármilyen meglepő. És egyik barátunk, akik így sokszor találkoztunk velük, mondták, hogy hát az ő házasságukban, fiatal házasok voltak ők is, bizony ők sose veszekszenek, sose vitatkoznak, egy hangos szóváltás sincs köztük. Én akkor Barbira néztem, és mondtam, hogy itt a cél, mert hogy köztünk volt. Hát nyilván Barbie veszekedett velem, tehát hogy egy lelkész azért nem veszekszik, de hát velem azért veszekedtek, és hát voltak olyan dolgok, ami... Valaki már mondta, hogy ne beszéljem ki Barbit, úgyhogy most ezt így vissza is. Szóval... Talán Barbie, igen. Rajta kívül is valaki. Szóval, na jó, a viccet félretéve, hogy így azt éltem meg, hogy ez gyanús.
Hát mi az, hogy sose vitatkoznak? Hát mi az, hogy sosincs konfliktus köztük? Mi az, hogy sosincs hangos szóváltás? Hát mi ez? És így rájöttem arra, hogy persze különbözőek vagyunk, meg nyilván másképpen éljük meg az életünket, de hogy valahogy a konfliktus mégis hozzátartozik az ember életéhez. Mégis ott van bennem. A Biblia elején azt olvassuk, hogy Isten az embert társas lénynek teremti. Nem jó az embernek egyedül. Ez azt jelenti, hogy nem csak a házastársunkra vonatkozóan, hanem úgy vagyunk megteremtve, hogy emberekkel éljük az életünket. Más emberekkel. Nem magányosan, hanem hozzánk hasonló akarattal, tervekkel, célokkal bíró emberekkel, akiknek vannak saját elképzeléseik, akiknek vannak saját elgondolásaik. És így kell megélnünk az életünket, mert nem jó nekünk egyedül. Hát milyen rossz lenne, hogyha magányosan kellene az életünket leélni. És azt is mondja a Bibliánk, hogy Isten a maga képmására teremtett. És ha a Bibliát megnézzük, akkor az nagyon világos, hogy Istennek van akarata, terve, célja, érzései, hogy az Isten egy szuverén. És ha Isten így teremtett bennünket, és mi az ő hasonlatosságára vagyunk, akkor nekünk is vannak ilyen célok, tervek, stb. És ezek bizony az együttélés során, ha találkozunk emberekkel, ha együtt megyünk az úton az emberekkel, óhatatlan, hogy konfliktusokhoz ne vezessenek. Mert hogy mások vagyunk. Mert az Isten valami fantasztikus, aki számunkra teljesen egyenlőre még meg nem ismerhető. És olyan sokféle tulajdonsága van, és annyira különleges, hogy mi ebből egy kicsi részt képviselünk. És ott van köztünk az eltérés. És hiszem azt, hogy ebben az eltérésben felfedezhetünk jó dolgokat is. De hogy potenciálisan ott van benne a konfliktus. És mit fogunk ezzel kezdeni? Mit fogunk ezekkel a konfliktusokkal kezdeni? És szeretnék kettő teológiai dolgot mondani, ami számomra nagyon fontos, hogy értsük és tudjuk. Az első az ez volt, amit már mondtam, hogy Isten a maga képmására teremtett bennünket, és minden embernek önálló akarata van. Indulatokkal, tervekkel, célokkal. Ez világos. A második dolog, hogy van valaki, aki sose kerül konfliktusba önmagával. A Bibliánk nagyon világosan tanítja, hogy Isten a Szent Háromságon belül tökéletes egységben van, és nem kerül önmagával konfliktusba. És ez egy nagyon fontos dolog, teológiailag, meg nagyon fontos a mi számunkra gyakorlati szempontból is. Mert ha Isten önmagával nem kerül konfliktusba, amit Krisztusban kijelentett, és amit a Bibliában olvasunk, akkor ez az ő akarata, akkor ő ehhez tartja magát. És ez egy nagyon fontos szempont, amikor a tévtanokat kell felismernünk, és amikor meg kell mondanunk, hogy mihez akarjuk szabni, tartani a mi életünket, hogy Isten, amit Krisztusban és a Bibliában kijelentett, azzal nem tesz ellentétes dolgokat. Tehát, amikor megjelennek olyan mozgalmak, amelyek profétálás, apostoli hagyomány, tanítás, Biblia befejezetlensége, stb. Hirdetnek, akkor nagyon könnyen meg tudjuk ezeket vizsgálni, hogy ellentmondanak-e Isten akaratának, ellentmondanak-e a Bibliának, a Biblia tanításának, avagy azzal összecsengnek. Isten önmagával nem kerül konfliktusba. Nézzük meg János evangéliumának az 5. részét. Jézus fantasztikusan beszél arról, hogy mennyire egyben, egységben van az atyával, és azt teszi, ami az atya akarata. Én és az atya egyek vagyunk. Hogy ez a csodálatos egység, ez itt érvényes, és a számunkra rendkívül fontos teológiai értelemben is. Ez a kettő dolog volt, amit így rögtön az elején el akartam mondani. Aztán egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen konfliktusaink vannak. Három ilyen szempontot szeretnék fölhozni, ami keresztény embernek ott lehet. Az első a külső konfliktus. Amikor más emberekkel kerülök konfliktusban. Hát a feleségemmel, a gyerekeimmel, a gyülekezetemmel, a barátaimmal, más emberekkel. Rajtam kívül áll ez a konfliktus.
Kettő bibliai példát hoztam erre vonatkozóan. Az egyik az Salamonhoz kapcsolódik. Salamon bölcsességet kér Istentől, hogy bölcs uralkodó tudjon lenni. És rögtön próbára teszik ezt a bölcsességet. Egy királyok három. Jön két asszony. Most született mind a kettőnek 3 nap eltéréssel gyereke. De azt olvasjuk a Bibliában, hogy az egyik asszony gyereke meghalt. És történik egy ilyen gyerekcsere. És ott van két asszony a király előtt, és azt mondják mind a ketten, hogy az egyik, tehát hogy az élő gyerek az övék. Salamon ott áll egy ilyen szituáció előtt, hogy hát mind a ketten mást mondanak, olvasok a Bibliában, hogy senki nincs, aki tanúként ebből a szempontból behívható lenne, hogy segítsenek eldönteni, hogy az élő gyerek kihez tartozik, melyik asszonyhoz. Valami radikális megoldás, valami nagyon, hát így is mondhatnánk, a kreatív megoldáshoz folyamodik. Mit mond? Hozzatok ide egy kardot. Hát felezzük a gyereket, ugye ez ezt jelenti. És amikor ehhez a megoldáshoz folyamodik, akkor rögtön feltárul az, hogy kiben mi van. Az egyik azt mondja, hogy hát bátran felezzétek. Mi szól ebből? A fájdalom. Ha én elvesztettem a gyerekemet, akkor a másik is. De ott van a másik asszony, aki azt mondja, hogy ne! Akiből az anyai szeretet szólal meg, és azt mondja, hogy ne bántsátok a gyereket, inkább legyen a másiké. Föltárul az indíték. Salamon azt mondja, hogy akkor ki is derült, ki ez a gyerek. Ott egy konfliktus helyzet. Milyen bölcsen oldja meg ezt Salamon. Nem? Vannak ilyen konfliktusok, amikor ember és ember között alakulnak összeütközések. Ilyen külső konfliktusok. A második dolog a belső konfliktus. Ki az, aki próbált már rossz szokást megváltoztatni? A bal kezét nyújtsa fel. A többiek szerencsésebbek. Hát, hogy könnyű legyen a rossz szokást beazonosítani, mondjuk legyen a csoki evés, ugye? Valaki próbált már a csokiról lemondani, és azt mondta, hogy hát nem eszek csokit, mert azt mondták a tévében, hogy egészségtelen, sok a cukor, nem tudom, meg kiderült, hogy tejérzékeny vagyok, és nem jó a tejcsoki, az étcsokit meg nem szeretem. Ugye, szeretnék változtatni a szokásaimon, és mit tesz az ember? Hétfőn ellenáll. Kedden este megveszi a csokit, szerda este, szerda reggelre eltűnik a csoki. Nem tudom, hogy kiről beszélek, csak ha valaki nagyon mélyen érintve érzi magát, akkor az a véletlen. Vagy nem tudom. Szóval ez egy nagyon fontos dolog, hogy próbálunk rossz szokást megváltoztatni. Valamilyen oknál fogva. És ez egy nagyon banális példa. De nagyon biblikus, mert van olyan, hogy belső konfliktus. Valamit nagyon fontosnak tartok. Egy célt szeretnék egészségesebb lenni. Szeretnék másképp élni. Ez nagyon fontos számomra, de ott van belül egy rossz szokás, egy vágy, hogy hát azért mégiscsak az a csoki, olyan finom. Meg hát egyébként is a boldogság hormonok, ugye? Hát ez mennyire fontos. És ott van benne ez, hogy hát de azt is úgy valahogy azt is szeretném. És rögtön egy belső konfliktus alakul ki. És Pál apostol azt mondja, hogy hát ez bizony az ő tapasztalata is. Római levél 7. részében azt olvassuk, hiszen nem azt teszem, amit akarok a jót, hanem azt cselekszem, amit nem akarok a rosszat. Van belső konfliktus is. Nem csak külső, ami rajtam kívül van, hanem van belső. Vannak belső harcaim. Amikor értékesnek tartok valamit, amikor van előttem egy cél, amikor szeretnék valamit elérni, és valahogy belül ez harcot jelent nekem. Szeretnék megváltozni, szeretnék fejlődni, szeretnék növekedni, de belül valahogy ez nem megy. Belül valahogy ezt meg kell harcolnom. Van ilyen belső konfliktus. Ezt se becsüljük le. Harmadik fajta konfliktus pedig a rejtett, ami úgy nem világos, nincs szem előtt. Nem tudatosítottam még magamban,
vagy nem tudatosítottam még másokkal szemben sem. Jézus korában volt egy ilyen konfliktus. A farizeusok meg a nép között. A farizeusok olyan törvényeket, szabályokat hoztak, amelyek megnehezítették a nép életét. Még az ő számukra is betarthatatlanná váltak sokszor, ezért mindenféle kiskapukat igyekeztek elhelyezni ebben a szabályrendszerben. És jön Jézus, és ezt a rejtett konfliktust egyszer csak így világosságra hozza. Azt mondja ezeknek a farizeusoknak, viperák fajzatai, hogyan szólhatnátok jót gonosz létetekre? Hát nem a legbaptistásabb konfliktus megoldás, nem? Elég keményen. Ezt a rejtett konfliktus kimondja. Hát ti tulajdonképpen álszentek vagytok, mondja. Hát saját szabályaitokat nem tartjátok be. Láthatóvá teszi. Vannak ilyen konfliktusok, ilyen rejtett dolgok, amelyek ott vannak, és amíg nem mondjuk ki, amíg nem tudatosítjuk magunkban, ezek bizony ott lesznek előttünk. Mit tehetünk azért, hogy ezeket a konfliktusokat megoldjuk? Kettő dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. Az egyikhez egy ilyen rövid történetet hoztam, hogy érthető legyen. Egy lányról szól, aki valamikor, ugye a középkor, a reneszánszban élt, egy olasz kisvárosban, és az édesapja kereskedőként egy uzsorásnak tartozott. És az uzsorás erre a fiatal lányra szemet vetett, és ennek a kereskedőnek egy ajánlatot tett. Azt mondta, hogy add hozzám a lányodat, és elengedem a tartozást. Hát a lány viszont ezt az üzletet nem akarta. Ugye minden ilyen történetben van valami dráma, hát itt ez a dráma, hogy a lány nem akar az idős uzsorászhoz hozzámenni. Semmi baj, kitaláltak egy megoldást. Azt mondták, hogy akkor veszünk egy zacskót, beleteszünk egy fehér meg egy fekete kavicsot. A lány pedig húzni fog. Ha a fekete kavicsot húzza, akkor az uzsorás felesége lesz, és az apjának a tartozását elengedik. Ha a fehéret húzza, akkor nem kell hozzámenni az idős uzsoráshoz, de a tartozást elengedik. Ha a lány nem húz, és elszalad, vagy elhúz, akkor az... Na, azért tudok ilyen béna szóvicceket. Szóval, ha a lány nem húz, akkor az apját az adósak börtönébe vetik. Dilemma. Ott van ez a szituáció. A háromfős társaság éppen ilyen kavicsok fölött áll, és miközben beszélgetnek, a közben a uzsorás felvesz kettő fekete kavicsot, beleteszi a zsákba, és már oda tartja a lány elé, hogy húzzon. Na most gondolkodjunk. Hogy lehet ezt megoldani? Milyen esélye van a lánynak? Hát az első nyilván az, ugye, hogy visszautasítja, elfut, és az apja megy az adósok börtönébe. A másik, hogy feláldozza magát, húz, és hát a felesége lesz ennek az idős uzsorásnak. A harmadik, hogy valahogy megpróbálja leleplezni a csalást. Ugye nagyjából ezek a megoldások. Igen ám, de ez egy okos lány volt, és ilyenek nem csak a mesében vannak, tehát hogy ez egy nagyon fontos dolog. Egy okos lány volt, ez úgy látom, hogy csak a férfiaknak tetszett, úgyhogy ezt így vissza is van. Okos lány volt, és ahogy belenyúlt a zacskóba, kivette a kavicsot, rögtön a földre ejtette, ügyetlenül, és mondta, hogy ó, de kis ügyetlen vagyok, hogy kicsúszott a kezemből ez a kavics, de semmi vész,
könnyen kideríthetjük, hogy melyik kavicsot ejtettem le itt a földre, nézzük meg, hogy melyik maradt az acskóban. Rájöttem, hogy ezt jobban is elmesélhettem volna így a végére, de... Ki az, aki érti a történetet? Ki az, aki elvesztette? Ki az, aki nem érti, hogy miért meséltem el? Köszönöm. Konfliktus megoldásnál, ahogy Salamonnál, így ennél az okos lánynál is, rendkívül fontos a hozzáállás. Az okos, kreatív hozzáállás. Hogy meg akarjam oldani azt a konfliktust. Hogy keressem azt a módot, ahogyan meg akarom oldani a konfliktust. Ez rendkívül fontos. Mert úgy is neki mehetek egy ilyen helyzetnek, egy ilyen összeütközésnek, hogy ezt én nem akarom megoldani, ezt én nem. Ugye, milyen legyen az imaház fala? Hát fehér, nyilván. Valás azt mondja, hogy nem, piros. Én meg azt mondom, hogy hát engem ez úgy nem érdekel. Ilyenkor nincs konfliktus, mert engem nem érdekel. De ha azzal, hogy fehér vagy piros, és ez így összeütközésbe kerül, az már fontos. Ugye? Azoknak már az embereknek fontos, hogy mondjuk felkerüljenek a hangelnyelő panelek, vagy sem. Ez már fontos. Ugye? Ez így érthető. Tehát, hogy fontos ebből a szempontból. Akarom-e megoldani ezt a konfliktust? Ott van-e bennem ez a pozitív hozzáállás? Ez az első dolog. Salamonnál is ott volt, és ennél az okos lánynál is. A másik, szintén bibliai, átláthatóság. A világosság elűzi a sötétséget. Sokszor azért kerülünk konfliktusba, mert a másik ember nem érti, nem látja a motivációnkat. Nem érti, nem látja azt, hogy mit érzünk. Nagyon hálás vagyok, a gyülekezet egyik vezetőségi tagja, egy ilyen néhány héttel, hónappal ezelőtt így rávilágított egy dologra. Azt mondja nekem, volt egy ilyen beszélgetésünk vezetőségi tanácskozáson, Benyámin, ismerünk téged, ami neked fontos, az megy, ami neked nem fontos, az ilyen szenten felejtős. És olyan hálás voltam ezért, hogy ezt így felhívta a figyelmet, mert tényleg úgy tűnt, abban a szituációban, hogy ami nekem fontos, ami az én szemem előtt van, az nyomjuk gőzerővel, ami nekem úgy tűnik, hogy nem fontos, az meg úgy tűnik, hogy így el van felejtve, vagy én nem vagyok benne, az el van felejtve. És ahogy hazamentem, és azóta is így forgatom magamban ezt a dolgot, mennyire igaza volt, hogy tényleg sokszor, ha nem mutatom, hogy mennyire fontos, akkor honnan tudná, hogy az nekem számít? Ha nem mutatom, hogy mit gondolok az adott kérdésről, honnan tudná, hogy nekem az számít? Nagyon hálás voltam ezért a leleplezésért, amit így a személyes életemben ez hozott. Átláthatóság. Világossá teszem-e azt, hogy mi van bennem, miért fontos, fontos ez nekem, amit a másik tesz vagy mond. És hát persze ilyenkor, itt nem akarok most ebben messzire menni, hoztam egy ilyen nagyon gyakorlati lépéssort, amit könnyű megjegyezni, hogy kezeljük jól a konfliktusokat. És mert nagyon szeretem az ilyen öt lépcsős dolgokat, ezért kifejezetten egy ilyen mozaik szót hoztam, ami azt jelenti, hogy mond. Öt dolog, hogy kezeljük ezeket a konfliktusokat, és ez fog kijönni, hogy mond két D-vel. Fontos. Első, ugye az M betű, mutasd meg a nézőpontod. Mit gondolsz? Mit érzem? Miért csináltad úgy, ahogy csináltad? Első, mutasd meg a nézőpontod. Miért ezt hoztad? Miért ezt? Miért így? Mutasd meg, hogy te miért így gondolod. Második dolog, oszd meg az érzéseid. Mit gondolsz erről a helyzetről? Mit gondolsz ebben a helyzetben? Mindannyian, amikor belekerülünk egy konfliktusba, akkor átéljük azt, hogy ez kényelmetlen, ismeretlen, akár nehéz, és fontos, hogy meg tudjuk osztani. Az, hogy hát mit érzünk ebben a helyzetben. És harmadik dolog, ez pedig az, hogy nevezzük meg az érzéseinket. Logikailag fordított lenne, de akkor nem jön neki a mond. Szóval nevezzük meg az érzéseinket. A nők ebből a szempontból előnyben vannak.
Ők érzik az örömöt, a bánatot, a félelmet, a fájdalmat, a hálát, a boldogságot, és ki tudja még mennyi mindent. A férfiak kettő dolgot éreznek. Jó, rossz. Nem? Ez nem biblikus, tehát, hogy ez csak úgy vizsgálja meg mindenki. De a nők sokkal könnyebben felismerik a magukban lévő érzéseket, és sokkal jobban nevén tudják nevezni. A férfiaknál a rossz, az nagyon sok mindent jelenthet. Ugyanígy a jó. Viszont egy nagyon fontos dolog, hogy tanuljuk meg felismerni, hogy mit érzünk. Frusztráltak vagyunk, dühösek vagyunk, haragszunk, boldogok vagyunk, hálásak vagyunk, örülünk. Megnézni, hogy tényleg mi van most bennem, mi zajlik most bennem. Ez az első három dolog, ez a saját nézőpont megmutatása, érzések megosztása, megnevezni az érzéseket, ez abszolút az, ami bennünk van, ilyen én üzenetek. A másik kettő az inkább a másikról szól. A negyedik dolog az, hogy derítsd ki a másik nézőpontját. Úgy vettem észre, hogy a konfrontációnál, amikor konfliktusban vagyunk, az első hárommal nincs gondunk. El tudjuk mondani, hogy mit érzünk, miért érezzük sokszor, vagy mi bánt bennünket, aztán utána elfelejtünk feltenni egy kérdést. És te miért gondolod így? És te hogy jutottál ide? És neked mi a nézőpontod? Neked mi a látásmódod? Te miért gondolod ezt? És aztán elfelejtünk elmenni az ötödik dologig, hogy mondjuk meg, hogy akkor mi a végső tanulsága ennek. Definiáljuk a végső célt, vagy a következtetést. Ebből számomra az következik, hogy... Ugye ismerős, hogy miért sütök palacsintát otthon a családnak, már meséltem. A következő volt, Barbival elmentünk egy évvégi vagy évelei pihenésre, és kedves feleségem mondta nekem, hogy ugye meg szoktam kérdezni, hogy min kell változtatni. Azt is, hogy mit csinálok jól, meg min kell változtatni, én ilyen vakmerő vagyok. Megkérdeztem, ez vicc volt, tehát, hogy csak szólok. Okay. De hogy megkérdeztem tőle, min kell változtatni. És mondja, hogy hát ez 3 évvel ezelőtt történhetett, és mondja, hogy azon, hogy jobban ki kell vennem a részem a családi, otthoni munkákból, és hát az étkezésekből, előkészítéséből. Az ebéd túl komplikált, vacsorára túl fáradt vagyok, marad a reggeli, mert időbe kelek. Ugye meg kellett tanulnom palacsintát sütni, mert szendvicset azt tudok, pirítóssal is elboldogulok, tojás is, palacsintát sütni. És megtanultam palacsintát sütni. Hát itt vártam volna egy tapsot, de nem baj. Direkt hagytam egy kis szünetet, de jó. Na szóval, most ez egy konfliktus. És ahogy megtanultam palacsintát sütni, hát én az elkesedésemből hétfőn palacsintát sütöttem. Kedden, szerdán, csütörtökön, pénteken, szombaton nem én csináltam, vasárnap, és ezt hétről hétre, amikor is a család szólt, hogy unják a palacsintát. Hát a szeretetem jelét, a változás jelét visszautasították. Ez egy óriási tanulság volt ebből a szempontból nekem. Viszont megértettem, hogy nagyon fontos, hogy úgy definiáljuk azt, hogy akkor mi is ebből a tanulság nekünk? Mi is a cél? Mi az, amit meg kell nekem csinálni, hogy azt érezzük, hogy ezt most feloldottuk, ezt a konfliktust? Jó, ez az 5 dolog. Mutasd meg a nézőpontod, oszd meg az érzéseid, nevezd meg az érzéseid, derítsd ki a másik nézőpontját, és definiáld a végső célt. Más módszer is lehetne, de azt gondolom, hogy ez könnyen megjegyezhető, mert ez a mond, ez így belénk fog égni. Igen, ám, de minden konfliktusnak van valamiféle eredménye. Vannak olyan konfliktusok, amelyek pozitívak, vagy konstruktívak, és vannak olyanok, amelyek destruktívak, vagy rombolóak. És a gyülekezet életéhez is hozzátartoznak, a házasságokhoz is hozzátartoznak, a barátságokhoz is hozzátartoznak ezek a konfliktusok.
Az nem mindegy, hogy mi fog ebből születni. Pozitív az a konfliktus, amely kreatív véget ér. Tehát, hogy így valami kreatív megoldást találunk rá. Salamon, az okos lány története. Megtaláljuk azt a módot, hogy fel lehet oldani ezt a konfliktust. Valami kreatív válaszunk van rá. Vagy új utat találunk, vagy másképpen találjuk meg ezt az utat. Második, növekedés származik belőle. Én hiszem azt, hogy a gyülekezetben vannak olyan konfliktusok, amelyekből valami jó születik, és tényleg növekedés lesz. Növekszünk az érettségünkben, növekszünk abban, hogy megtaláljuk a közös célt, jobban értjük egymást, valamiféle növekedés lesz belőle. Ez pozitív. És nagyon pozitív az is, amikor egy konfliktus végén lelepleződés következik be. Dávid és Nátán történetéről a múlt vasárnap beszéltem. Amikor Nátán próféta szembesíti Dávidot a helyzettel, és Dávid saját maga előtt lelepleződik. Ez egy nagyon pozitív dolog. Megtérésre megszomorodni. Mikor lelepleződik, hogy tényleg, milyen, és tudom, hogy oda mehetek az Istenhez, megbánhatom és bocsánatot kérhetek. Ez nagyon pozitív. Ezt ne becsüljük le, amikor lelepleződünk. Viszont vannak olyan konfliktusok, amelyek rombolóak. Egy közösségben, egy házasságban, barátságokban. Ilyen, amikor egész egyszerűen így megosztódik, vagy polarizálódik a társaság. Ahelyett, hogy közelítenénk egymáshoz, mélyülnek az árkok. És az árkokból aztán szakadék lesz. És úgy éljük meg, hogy más úton kell tovább mennünk. És hadd mondjam azt, hogy ez a Bibliától nem idegen. Azt mondja a Biblia, hogy van ilyen. Muszáj, hogy legyenek köztetek szakadások. János, Márk és Pál esete. Külön válnak. Apostoli gyűlés. Nézzük meg apostolok cselekedetei. És viszály támad köztük. Keresztény emberek közt is van ilyen konfliktus, amikor megosztik a társaság, és egyik erre, másik arra. Van ilyen. Van konfliktusnak egy másik ilyen lezárás, vagy egy ilyen negatív lezárása, amikor bénít. Amikor úgy érzem, hogy nem tudom mit csinálni, nem tudok mit csinálni, egyszerűen így béna vagyok, így megbénultam, és nem tudom megoldani, nem tudok tenni, nem tudok előre menni. Lebénít az egész dolog, lebénít a légkör, lebénít a konfliktus, nem tudok tenni. És van az, amikor létrejön ez az érzelmi túlterheltség. Ez is egy negatív dolog. Hogy már ha csak meglátlak attól, minden energiám elmegy. Már csak, hogyha rágondolok a konfliktusra, elmegy az életkedvem. Van ilyen destruktív konfliktus, amikor az van, hogy egész egyszerűen az energiámat szívja le. És elmegy. És ilyenkor, amikor konstruktívan meg tudunk oldani egy konfliktus, az előre viszi a közösséget. De mi van akkor? Mi van akkor, hogyha vannak olyan emberek, akikkel egész egyszerűen nem tudunk előre menni, és ilyen destruktív konfliktusok alakulnak ki. Na ilyenkor mondja azt a Bibliánk, hogy viseljétek el egymást szeretettel. És ez nagyon nehéz. Ehhez lelki érettség, meg belső harc kell. Elviselni a másikat, elhordozni a másikat szeretettel. Ez harc, belső harc, elviselni. És hozzá van téve a szeretettel. Ebben az esetben ez nem indulatot jelent szeretettel, mint ilyen nagyon pozitív indulattal egy ilyen nehéz helyzet után, hanem sokkal inkább a másikhoz egy pozitív hozzáállást. Nem fogok keresztbe tenni neked, nem foglak bántani téged. Egész egyszerűen elhordozlak, elviselek téged. És miért beszélek erről? Mert a legtöbb gyülekezet életében ez kihívás. A mi gyülekezetünk életében is kihívás lehet. Lehetnek ilyen helyzetek, amikor lehet, hogy nem sikerül egy konstruktív megoldást találni. És van egy olyan szakasz, amikor el kell viselnünk egymást szeretettel. Biblikus. Nehéz? Az. Mégis meg lehet élni, és meg lehet így, ilyen módon tartani
a lélek egységét. Na, erről akartam ma beszélni, és így lezárni ezt a sorozatot. Gyorsan ismétlésképpen a konfliktusok hozzátartoznak az emberi élethez. Attól nem leszünk szentebbek, vagy kevésbé szentek, hogy konfliktusban élünk-e vagy sem. Hozzá tartozik az élethez. Ez van. Ugye? És ha ez van, akkor ezt kell szeretni. Szóval ez van. Második dolog. Teológiailag. A konfliktus abból születik, hogy Isten akaratot adott nekünk, terveket, célokat. Meg formálódunk az út során, egymást is formáljuk. Teljesen rendben van. Ha emberek összeütköznek, kérdés, hogy mi lesz az eredmény? Teológiailag Isten nem kerül önmagával konfliktusba, ellentmondásba. Ezt nagyon kérem, hogy nagyon jegyezzük meg, mert a Bibliánk is beszél arról, és olyan időket élünk, amikor komoly veszély van arra, hogy emberek ellent kereszténynek, magukat kereszténynek való emberek elkezdenek ellentmondani Isten ígéjének. Ezt nagyon jegyezzük meg. Isten nem kerül magával ellentmondásba, konfliktusba. Mondtam ezt a módszert, ezt az öt lépést, mutasd meg a nézőpontod, oszd meg az érzésed, nevezd meg az érzéseid, derítsd ki a másik nézőpontját, definiáld a végső célt, a végső következtetést, mondjátok ki, ez az öt lépés, ez a mond. Jó? Úgy is szoktunk ilyet mondani, hogyha vitatkozunk. Na akkor mond! És akkor erről, mikor a másik ezt mondja, nekünk jusson eszünkbe, hogy na akkor most kell azt az öt lépést végigvenni, amit Benjamin november 24-én mondott nekünk, ez majd egy ilyen jel lesz, ami így beindítja ezt a folyamatot. Vannak álmaim nekem is. Oké. Eredmény, van pozitív, konstruktív konfliktus, és van destruktív konfliktus. Pozitív, amikor valami jó születik, valami új születik, kreatív megoldás, növekedés, érettség, lelepleződés. És nagyon destruktív az a konfliktus, amely megoszt, polarizál, amely megbénít, és amely érzelmileg túlterhel. Amikor azt éljük át, hogy Isten előtt megoldunk egy helyzetet, ez nagyon jó. Viszont a Bibliánk azt is mondja, és ezt hadd húzzam alá, mert erről nem szeretünk hallani, és ezt nem szeretjük élni, hogy van olyan, amikor el kell viselnünk egymást szeretettel. Van olyan. És ez egy nagyon fontos tanulság számomra, és nagyon fontos tanulság a gyülekezetünk számára is. Van ilyen helyzet, hogy el kell viselnünk egymást szeretettel. Kedves testvérek, elérkeztünk a végére, és a hang is vagy elment, vagy megjött, mert most meg nem hallom magam. Nem baj? Igen, az a jó. Lehettem volna rövidebb, így, ahogy a testvérek arcára nézek, és most mindenki az órára pillantott így hirtelenjével, hogy vajon meddig tartott ez az ige hirdetés, akkor ha lehettem. Jó, na, vettem a jelzést. Ez egy belső konfliktus magammal. Köszönöm szépen mindenkinek azt, hogy így figyeltek, testvérek. Szeretnék azért imádkozni, hogy ezek pozitívan oldódjanak meg köztünk, meg ha van bárkiben ilyen.